Tisztelettel köszöntöm a Lícom Televízió nézőit, eltelt egy hét, így ismét EK Sport című magazin műsorunkkal jelentkezünk. És hát az első csapatunk, aki elkezdte az őszi menetelést itt a bajnoki küzdelmekben, a női kézilabda csapatunk. Ezen apropóval ebből az együttesből hívtam meg a mai felvételünkre vendéget. Köszöntöm a stúdióba Gyimesi Kittit, Sutka Pétert, az Eszterházi KFSC Globosis női kézilabda csapatának hát új játékosát, illetve régi technikai vezetőjét, mert azért Peti, te már régóta űzöd ezt a dolgot. Hát ugorjunk egyből akkor a dolog közepébe. Vasárnap elkezdődött a szezon számotokra, és Kecskeméten volt ez az első mérkőzés. 40-26, de ide. Hát igen, jól ment. Jól ment. Neked különösképp úgy hallottam, mert a mérkőzés végén, amikor hazafelé úton voltatok a buszon, akkor Petivel beszéltem telefonon, ő adta el úgymond a tudósítást, és hát úgy emelt ki téged, mint a mezőny legjobbját. És hát hozzátette, hogy a csapat legfiatalabb játékosáról van szó, tehát ez külön nagy dolog számomra. Hát igen, külön dicséret, így főleg ugye egy fél időt játszottam, és mégis így hozzá tudtam tenni, szóval jól sikerült tényleg. És 6 gólt lőttél, ugye? Igen. Tényleg ilyen jól játszott? Igen. Azt hiszem 6 kísérletből 6-ot lőtt be, úgyhogy elég jól játszott. Azt is tudni kell, hogy a jobb átlövő poszton egy kicsit meglyukasodott a keret, hiszen Takács Sandra váratlan távozásával ugye azon a poszton csak a Sádi Alexa volt bevethető, viszont ő még küzd némi lemaradással, így a Kitty lépett elő első számú jobb átlövőnek, és hát szerencsére bebizonyította, hogy teljesen mindegy, melyik lövőposzton játszik. Utána a junior csapatban is játszott egy 10 percet, teljesen mindegy, melyik poszton játszik, mert mind a két oldalról nagyon gólveszélyes. Nekem ez új volt az információ, mi történt a Forgival, vagy nem a Forgival, bocsánat, a Takács Andrával. Hát az Andinak ugye az válsérülése nagyon nem javult, és hát mindig fáj rajta a vállát. Dunói városban jött el a mélypont, amikor azt mondta, hogy így befejezi, ott elvittük orvoshoz, ott biztatták, hogy ez majd javulni fog, sokat kell tornáztatnia, amit eddig már hallott egy éven keresztül. Hát aztán ő úgy döntött, hogy befejezi az aktív kézilabda pályafutását, azóta visszament az orvoshoz, aki műtötte őt, és hát kiderült, hogy a műtét nem sikerült neki, úgyhogy valószínűleg egy új műtétre fog sor kerülni, és hát a Takács Andrának úgy néz ki, hogy vége a karrierének, és hát ezzel mi egy óriási kérdőjelbe kerültünk, úgymond, mert ugye az Anna elment a gázművekhez, a Szandi ugye még küzd azzal, hogy ugye egy gyors csapatba, egy olyan csapatba került, ahol ugye megvannak úgymond szabva, hogy kinek mik ugye figurális játékos, a többi, hogy mik a helyek őnek, még ezt nagyon tanulnia kell. És hát ott voltunk, hogy kit tegyünk be, megpróbáltuk Kittit, és hát bevált. Bevált, és hát pedig előzetesen emlékszem, amikor talán a szezon, tehát a felkészülési szezon első hetében jártam fent nálatok egy edzésen, az első napokban, és hát emlékszem, hogy veled is beszélgettem, Hegedűs Tibor edzővel is, és hát nem utolsósorban az új igazolásokkal, így Kitti veled is. És ugye te azt mondtad, hogy Csorvásról érkeztél, csak ott kézilabdáztál eddig. Igen. Nem tudom, 10-valahány évet vagy? 11. 11. Tehát csak ott játszottál, és hát ahogy az előbb az elhangzott, a csapat legfiatalabb tagja te vagy. És hát Hegedűs Tibor is úgy fogalmazott veled kapcsolatban, hogy te majd a jövő reménysége leszel, hogy nyilván inkább a junior meccseken fogsz többet játszani, de hát ezek szerint akkor hát úgy tűnik, hogy a felnőtt csapatban is igencsak kell veled majd számolni. Hát igen, a hétvége elég furcsa ebből a szempontból, mivel a felnőtten ugye kezdő voltam, végignyomtam egy fél időt, aztán a junior kispadján pedig végigültem a meccset, majdnem, szóval ez elég ritka. Mert? Ebből a szempontból.
Hát, hogy... Tehát, hogy megcserélődnek a szerepek? Igen. Tehát, hogy a felnőttben többet játszol a juniorban. Mondjuk ennek örülök. Tehát és mennyire fáradtál el? Tehát azért gondolom jól sikerült a felkészülés, meg hát azért hosszú heteken vagytok túl, és akkor mindjárt visszakanyarodunk majd erre, hogy mit is kell tudni erről a hosszú alapozó időszakról. Mennyire sikerült magad felvértezni erővel? Hát most úgy nem mondom, hogy a toppon érzem magam, de lesz még jobb is. Tehát, nem most kell még csúcsformában lenni. Rutka Petitől várom a választ. Hát vagy most igen? Már azért szép lassan. Kell, hogy csúcsformával legyünk. Egy fizikálisan, ha nézzük a dolgot, akkor mégis hány százaléknál tart a csapat? És akkor utána beszéltünk a taktikáról is. Hát nézd, tényleg egy nagyon hosszú és szerintem sikeres felkészülésen vagyunk túl, amióta én a csapatnál vagyok, szerintem ilyen munkát még nem végeztek a lányok. Kicsit hosszabbra is sikeredett, de viszont nagyon tartalmas és hasznosan. Tehát ez a majdnem másfél hónapnyi nyári alapozó időszak. Azt tudni kell, hogy ugye a felkészülési mérkőzéseinken hát nem nagyon voltunk sikeresek. A tavalyi szezonnal ellentétben ott mindent megnyertünk, viszont a bajnokságban nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk. Akkor gondolom az a cél, hogy most itt ez most, forduljon. Hát úgy néz ki, hogy most fordult, hogy a felkészülés alatt nem sikerültek a győzelmek, ugye a Szent István kupán mindenki arról írkált, hogy mi hogy leszerepeltünk. Én azt sem éreztem tragédiának, hiszen egy dunaújvárosi edzőtáborból érkeztünk oda Budapestre, és volt, hogy hármat edzettek a Dunaújvárosban a lányok, illetve hát olyan fizikai munkát végeztünk, ami majd a bajnokságra ad erőt és rendületet, nem arra a tornára. Úgyhogy kicsit leírtak minket, és én azt gondolom, hogy tavaly az ilyen Kecskeméthez hasonló mérkőzéseket nyögvenyelősen 4-5-3, mikor hány találattal nyertük meg. Most azért kijött az erő és mezőny fölényünk, amit vártunk. Lehetett volna több is, meg vezettünk többel is, de szerintem ez így volt jó, hiszen mindenki pályára lépett, mindenki játék lehetőséghez jutott, és amit pozitívumnak gondolok még, hogy bárki megy be a pályára, hozzá tud tenni a mérkőzéshez. Gondolom, hogy ez azért van többek között, mert nyáron azért egy elég komoly vér frissítésre került sor a csapatnál. Ha jól emlékszem, akkor 7 új játékos köztük ugye Kittivel. Lehetjük 8-nak, mert ugye a Puskár Kitti most már csak a felnőtt csapattal edz. Hát jó, csak ő azért előfordult már az előző szezonban is. Tehát ha itt tekintjük, akkor 7 teljesen új játékos érkezett ide Egerbe, és hát bizony voltak távozók is. De hát ez szükségszerű volt ugye az új célkitűzések miatt, amiket ugye valljuk be, meg hát áruljuk el kedves nézőknek, hogy miről is van szó, bajnoki címet kell nyerni. Tehát a vezetőség ezt tűzte ki célul a csapat elé. Gondolom, hogy az erősítések is ehhez mérten voltak kialakítva. Hát igen, ugye a kapuban a Mazura Judit abba hagyta, már a Reginával régóta tárgyalásban álltunk, illetve a Bartos Béla bácsi, aki ugye válogatottnak a kapus edzője, rajta keresztül jött ez a kapus Reginához. Hát szinte egy junior válogatott bronzérmes kapus. De Rankai Regináról beszél. Veszprémben azért NB1-ben védegetett, illetve hát a válogatottnál olyan szinten van, illetve Bartos Béla bácsi keze alatt olyan szintre került, hogy szerintem nagyon nagy erősítés kapus poszton ő. Ugye a Kovács Vikit nem kell említeni, hiszen egy villámszélső jött vissza, hála jó Istennek hozzánk. Ugye a László Barbara is jött NB1-ből, ő is egy hatalmas tehetség, ő is 90-es születésű. Ugye a Nagy Iza érkezett irányító posztra, ő is fiatal kora ellenére nagyon rutinos. És nagyon, ugye? Nagyon jól állt a pályán. Akkor jobb szélre jött a Hásadél, akit több csapat is megkeresett, mégis minket választott. Itt ez a főiskolának is köszönhető, hogy ugye tudjuk vonzani a játékosokat, hogy a sportásmert tanuljon. Ugye a Sádi Alexandra szintén Szent Istvánó egy olyan csapatból jött, ahol ő ott vezéregyéniség volt, és ő döntött el a mérkőzéseket annak idején. Hát itt most változik a helyzet, mert ugye mindenki majdnem azonos képességű játékos. És hát ugye a Kittit nem is kell említeni, hiszen 94-es születésű játékosról van szó, és igazából az első mérkőzésen bebizonyította, hogy számolni kell vele, és hát vezér egyénisége lesz ennek a reméljük, hogy bajnok csapatnak.
Hát legyen így, hogy érted meg azt a felkészülő időszakot. Hát gondolom, hogy önmagában már az is egy nagy változás volt az életedben, hogy elkerültél Csorvásról. Érettségiztél, ha jól tudom, akkor főiskolán is tanulsz itt, ugye? Milyen szakon is? Sportszervező. Sportszervező. Akkor most elkezdte sportszervező szakon, a pali tagozaton, gondolom. Igen. És hát ez egy sok újdonság volt most az életedben nyáron. Tényleg elkerültél otthonról iskola, új csapattársak, komoly célok. Hogy tudtad ezt feldolgozni, vagy hát mennyire volt nehéz neked ez a váltás? Hát eleinte nagyon nehéz volt, ugye minden új. Tényleg senkit nem ismertem itt semmit. Abszolút. Csapatot is csak úgy egymás elleni mérkőzéseken, hogy láttuk egymást, és ennyi. Ugye, hát a felkészülés... Egyből befogadtak? Persze, igen. Nagyon ez a nem volt nagyon, nem, nagyon jó a társaság, tehát ezzel semmi gond nincs. Meg hát azért gondolom, az is megkönnyítette a helyzetedet, hogy nem te voltál úgymond az egyedüli érkező. Tehát itt hét új játékosról beszélünk, akik szintén nem ismertek gyakorlatilag senkit, hát maximum ellenfélként, vagy esetleg, hogy korábban játszottak együtt, tehát azért tényleg egy új csapatot kellett kialakítani, mind a pályán gondolom, mint pedig azon kívül, itt egy közösségről is beszélünk, és hát ha jól tudom, akkor ti nagyjából egy bandában laktok. Hát igen, úgy ugye hatan lakunk egy részen, és ebből öt új játékos van, tehát... Ki a nagyon régi? Ki a hatodik? Molnár Niki. Molnár Niki. Hát akkor ő meg gondolom, hogy segített mindenben, hogy igen, mi hol található. Igen, hát az külön jó dolog számunkra, hogy ugye egy apartmanházban laknak a játékosok, szóval megvannak a blokkok, de az egész csapat ugye úgymond egy házikóban lakik. És hát gyakorlatilag egy köpésre van onnan a csarnok, ahol edzeni szoktatok. Egy jó nagy köpésre. Igen, ugye itt volt pont a Dunói város, meg a Gázőrök is itt töltött, hát majdnem egy hetet mind a két csapat, és mondták, hogy hát mondjuk Dunói városban szinte majdnem ugyanígy mennek a dolgok, hiszen ott is a csarnok az majdnem ott volt a kollégium mellett, úgyhogy majdnem ugyanilyen körülmények között készül. De azért itt sokkal jobbak a körülmények, nem? Hát itt, azért kicsit fényezőbb. De pont a BSE Gázőrök mondták, hogy ilyen körülmények, van ahol valakinek egy órákat, másfél órát kell utazni, csak hogy edzése mehessen. Nekünk meg két perc, és akkor ott vannak a... Szólna erre a szurkolóribus, hogy ez Budapest, hát igen, ilyen kis városban, mint Egerben, könnyebb megközelíteni mindent. Tehát gondolom, hogy ezért is jó választás volt számodra, vagy hát az EKF szlogenjét, a jó döntést hozzuk, hogy jó döntés volt számodra, teljesen jó döntés hogy itt Egerben folytatod a pályafutásodat. És akkor a felkészülést, azt mikor is kezdtétek pontosan? Július 22. Július 22, akkor az egy ilyen horror dátum mindig, nem? Horror. Hát a játékosoknál. Fel, tehát másnap kezdtük a az alapozást, nem horror szerint. Én nagyon jól éreztem magam. Csak az elejétől kezdve. Azért mondta, hogy horror dátum, mert azért az a játékos nem nagyon szeretik elkezdeni hirtelen a munkát. Legalábbis mindig félnek, hogy na most akkor jön, megszakítják őket, futás, ezerrel, fizikális hát munka. Hát ez azért érdekes, mert ugye mi már úgy kezdtük az első héten, és hogy délutáni edzések azok labdás edzések voltak, szóval itt hamar előkerült, hiszen hét új játékos beéleszteni, arra nem, hogy egy hónap, de lehet, hogy három sem elég. És hát itt nekünk ugye délelőtt az a futásé, meg a fizikai munkája volt, de azért délután már szépen előkerültek a labdák, és ennek köszönhető, hogy most azért már majdnem közel 100%-on vagyunk, de ugye ezt tovább kell növelni. Amikor fent voltam ezen az ominózus edzésen, amiről az előbb beszéltünk, hát egyesével beszélgettem így az új játékosokkal, egy ilyen rövid interjút csináltam mindenkivel, és hát gyakorlatilag nem volt olyan játékos, pedig ez a felkészülés harmadik napja volt, aki nem említette volna meg, hogy egy valamivel küszködik most, az izomlázza. Hát gondolom, hogy azért itt az idő múlásával ez most már teljesen elmúlt. Hát persze, hát hozzászoktunk a dolgokhoz. Nincs vele semmi gond. És hogy alakult egyébként a felkészülés további része? Ugye az előbb mondtátok, hogy jártatok a Szent István kupán, voltatok Dunói városban, edzőtáborban, láttok itt Egerben a... felkészülési kupátokat, amikor többek között a Hipó is itt volt, a Dunói város is, az hát ez nem volt egy mérvadó, gondolom az a kupa, hiszen akkor azért sokan bosszus arccal mentek el a vezetőségből is. Gondolom a játékosok, ti sem voltatok magatokra nagyon büszkék, hiszen oké, hogy a felkészülés elején volt, de na, az nem volt egy jó torna. Hát nem említjük, inkább. Ez mert... a Váci mérkőzés ez hasonló volt, hiszen jött egy Hipó BL csapat, és hú, most mi lesz, hogy lesz. Hát beleszaladtunk egy csúnyácska vereségbe, de... Mondhatjuk, hogy nagyon Marta Hipó, nem? Marta Hipó, pedig ez hígított volt, mert ugye több... Rá két napra játszottunk még egy edzőmérkőzést a Dunói várossal. Érdekes módon ott már
szünetben döntetlen volt az Ázs, és talán 2 vagy 3 góllal kaptunk ki. Úgyhogy ez a csapat tud, hogyha nagyon akar. És ott azért elhangzott ezen a tornán egy kritika is, hiszen ugye a Hippo edzője a magyar Német András, és a meccs végén te hosszasan beszélgettél vele. Ráadásul még egyszer én is oda pofátlankoltam egy Györs interjúról, hogy ha már itt van egy ilyen nagy név a szakmában, akkor mondja már el mégis, mit gondol az egri kézilabdázásra. És ő azt mondta, hogy hát megmondta őszintén, nem nagyon. Tehát többet várt, jókat hallott az Egerről, és hát sokkal többet várt. De gondolom, hogyha most megnézni a csapatot, akkor már más. Igen, egy hete készültünk a úgymond a szezonra. Túl hamar jött ez a torna, viszont mindenképpen az, hogy a sportágat, illetve Egert népszerűsítjük, szerintem mindenképpen egy jó döntést hoztunk ebben is, hogy ide hoztuk a Hipót, illetve a Dunaújvárost. Hát számunkra hamar jött ez a megmérettetés. Ugye kerestük a szerkezetet, nem tudtuk, hogy ki mire képes, hol, mit tud játszani, és hát ennek a következménye ez lett, de szerintem, ha most találkoznánk, már nem ezzel a véleménnyel menne vissza. A beszélgetésünk első felében azt mondta, hogy nem nagyon sikerült a felkészülési időszak, olyan szempontból, hogy az eredmények azok inkább negatívak voltak, és most kizárólag erre szeretnék kiukodni, nem a mutatott játékra. Mit jelent ez, milyen tornákon vettetek még részt, és milyen eredményekkel zártatok? Hát voltak is minitorna, a Hipó Dunaújváros, utána volt a Globosis torna, amit tavaly kezdtünk el, most már a második volt, meghívtuk a BSE gázőjeket, ugye ők már NB1-ben vannak, a Budaörsérd, aki nagyon megerősödött, hála jó Istennek a nyugati csoportba átkerült, illetve itt volt a Debrecen 2, aki csoportbeli riválisunk, és most jelenleg vezetik a bajnokságot, mert a Bösszörményt és az Orosházát is sikerült legyőzniük. Igen, ők már ugye 2 meccsen vannak. Igen, igen. És hát mi játszottunk a Debrecennel, ott szerintem egy sima találkozón magabiztosan nyertünk, bejutottunk a döntőbe, és hát a Gázilek ellen pedig megint egy nagyon parás kis mérkőzést játszottunk. Ott a másik fél elején volt 2 fegyelmezetlenség, 2 emberhátrány, eldőlt 6 góllal, elment a Gázilek, eldőlt. Utána végig tartottuk, pariba voltunk velük, szóval nagyon jó mérkőzés volt. Ráadásul rá 3 napra szerintem meg is vertük őket. És aztán még volt az a Szent István kupon, ez hogy sikerült? Hát ugye oda a Dunaújvárosból érkeztünk. Fáradtan. Igen. Tegyük hozzá, mi mindenek előtt. Tényleg nem kifogásokat akarunk keresni, de azért az úgy betett mindenkinek, szerintem. És hát nem sikerült az se a tervek szerint. Ugye minimum dobogósnak kellett volna lennünk, és igen, csak lecsúsztunk róla. Hát nem tudom. Így sikerült. Hát az ilyen tornákon az eredmény mindig másodlagos. Tehát én elhiszem, hogy egy felkészülés időszakban jó verni a mellünket, hogy na hát itt is nyertünk, ott is, de hát gondolom, hogy persze ilyenkor még Hegedűs Tibor is kereste a csapatát, a ideális kezdőhetest mondjuk, meg hát azokat a pozíciókat, hogy kiket lehet majd behozni esetleg csereként. Tehát gondolom, tényleg azoknak a tornáknak ez volt a legfőbb céljuk. Ez volt, de hát a mi vezetőségünk tudni kell, hogy mindig maximalista és mindent azonnal akar. Ebből egy kicsit, hát én már próbálok puhulni, egy kicsit puhuljak, mert túl sok volt, amit elvártunk tőlük. Jó lesz, hogyha bajnokságra kijön az, ami a csapatban van, és ha megmutatjuk a bajnokságban, illetve a Magyar Kupában, ha el tudunk odáig jutni, mint tavaly, akkor én nagyon-nagyon elégedett leszek. És teljesen mindegy, hogy mit nyertünk előtte, a bajnokság, az a főműsor. Kecskemét meccse visszatérve, ugye ezek rajta volt az egész bajnokság, és most a hétvégén bemutatkozhatok hazai pályán is. Vasárnap 4 órakor lesz a mérkőzés, igaz? És kivel is játszatok? A Hajdunánással. Tehát ők egy jó, hát nem azt mondom, hogy régi ismerős, hiszen azért ez még azt hiszem a harmadik szezonotok, ugye? Hát a másik osztályban. De hát azóta folyamatosan játszatok ellenük, és hát inkább több sikerrel, mint kevesebben. Hát igen, az első évben ugye oda-vissza kikaptunk tőlük, tavaly oda-vissza mi nyertünk. Meg a kupában is megvertünk. Hát őket. A kupában rendezve a kóval küldtük haza őket. Tehát ha így nézzük, akkor 60%-osan mérleg 5 meccs, 3 győzelem, 2 zacsi. Igen. Reméljük ez bővül tovább a hétvégén, de én mindig mondom, hogy ellenünk még a halott is feltámad, szóval az Egert mindenki meg akarja verni. Ez többnyire szerintem majd motiválni fogja a csapatot, hiszen ez számunkra egy elismerés, hogy ugye egy komoly játékerőt képviselünk, és ezt az ellenfelek is ugye elfogadták, illetve beismerik.
De hát mindenkinek az a vágya, mint a fociba a Fradit akarja mindenki megverni. Hála jó Istennek az NB1-ben mindenki az Egert akarja. És hát mondom, itt Kecskeméten, amire mindig is vágytunk, hogy egy ilyen csapatot amennyivel csak lehet verjük meg, hogy lássák, hogy... Érdekes volt ez a párhuzam, hát azt tudni kell Petiről meg rólam, hogy nagy Ferencváros drukkerek vagyunk kiskorunk óta, és hát azt tudom, hogy a Fradit azért akarja mindenki megvenni, ő a legjobb. Hát most sajnos ezt nem mondhatjuk el, de hát remélem, hogy rólatok elmondhatjuk, hogy azért akar majd titeket mindenki megverni, mert ti vagytok a legjobbak, és akkor térjünk át itt az ellenfelekre, milyen riválisok lesznek ebben a keleti csoportban itt az egész szezonban, hiszen ugye a BSE, a Nyíradon lett a bajnok, ők nem vállalták az NB1-et, a második BSE Főgáz került fel az első osztályba, és hát átsorolták ide a Vasast, átsorolták ide a Kispestet, a Szent Istvánt, tehát azért egy elég kemény kis bajnokság lesz. Kik lehetnek a legfőbb riválisok? Hát egy kör után én nagyon úgy néz ki, hogy a Vasassal számolni kell. Én az Orosházát sem becsülném le annak ellenére, hogy most Debrecenbe kikaptak, hiszen 5 vagy 6 játékos is visszajátszott a Debrecenből. Illetve hát nem tudom, hogy Kispesten, Pesten, ott nagyon nem egyszerű nyerni. Sok meccsétek lesz Pesten, ugye? A Vasas, Kispest, Szent István. Hát Szent Istvánt itt kezdjük, de hála jó Istennek ősszel megyünk a Kispesthez is és a Vasashoz is. De én azt gondolom, hogy mi jobb csapat vagyunk, mind a háromnál, akit felsoroltak. Soroltam, viszont a pillanatnyi forma fogja eldönteni úgyis a mérkőzéseket. Jelenleg tényleg csak rébuszokba tudok beszélni a csapatról, mert fantasztikusan játszottak hétvégén is, edzésmunkával is, maximálisan elégedett Hege is. Én is ugye mindig ott vagyok, látok őket, nagyon jól dolgoznak, úgyhogy szintén ebből csak pozitívan írhetünk ki. Csak hogy egy kicsit a kedves nézőket is belekalauzoljuk ebbe az idei versenykírásba, vagy az idei mezőnybe, mégis azért, hogyha össze akarnánk hasonlítani a tavalyi mezőnyt az ideivel, melyik volt az erősebb? Melyik az erősebb érzésed szerint? Ez egy nagyon-nagyon erős bajnokság lesz idén. Akkor keményebb, mint a tavalyi? Keményebb, hát 14 csapatos lett ismét. És azt azért mondod, bocsánat, hogy közbeszólok, azért mondod, mert több jó csapat van, vagy azért mondod, mert jobb csapatok vannak, mint mondjuk tavaly volt a Nyíradony, meg a BSE? Több és jobb csapat van. Hát akkor felvonadva a feladat. Felvonadva, igen. És lesz egy bivaly erős csorvás? Nem. Hát most, hogy eljöttél, ugye? Hát nem azért, de ugye tartom a kapcsolatot velük is, és nem. És arra a mérkőzésre hogy fogsz készülni, hiszen hát ezek mindig pikáns párharcok, amikor egy ember az előző klubja ellen fog játszani. Nem is tudom, össze hova, először Csorváson vagy Egerben lesz a mérkőzés? Itt Egerben. Hát akkor gondolom, igen, azért legalább ilyenkor könnyebb, mint hogyha egyből Csorvásra kellene visszamenni. Igen. Biztos kapod majd az rikákat, nem? Hát már most kaptam, mielőtt eljöttem volna, tehát mondhatnám, hogy már hozzászoktam. Viszont nagyon várom a meccset. Tehát, hogy megmutassam, hogy azért. És ezekről a mérkőzésre gondolom, akkor az egész család kijön, nem? Tehát azért megnézik a kislányukat, hogy mit csinál az előző csapatuk ellen. Kinek szurkolni, gondolom neked szurkolni, de hát azért ilyen kettős érzés biztos van bennük. Vagy nem. Nagy család, nagy meccsre járó egyébként nálatok? Hát igen, szeretnek nézelődni. Ugye sport, családból jöttem, szóval mindenki imádja a sportot, úgyhogy mondjuk most nehéz dolgok lesz, ha meg akarok nézni itthon hazai meccsen, ugye, mert azért Csorvás-Eger között hány kilométer van? 200. Ilyen? 200? Viszont öröm az ürömben, ami viszont nekünk annyira nem, hogy van két szegedi csapat, ott az Orosháza, ott a Csorvás, tehát az országnak a dél-keleti részében elég sok meccset kell majd játszani. Ja, hát az utazások azok mindig fárasztóak. Próbálunk is úgy érkezni az idegenből érkezés, hogy azért egy óra ilyen pihenő vagy kicsit átmozgatni a lábakat. Most is már Kecskemétre 2 órával a mérkőzés előtt megérkeztünk, ugye játékosok gyuratnak, stb. Úgy kicsit azért mégis frissebben lépjenek parketre, ne az, hogy most a busszal lejövünk és már játszani kell. Próbáljuk nézni azokat a dolgokat, amik a játékosoknak a legjobb a mérkőzések előtt. Úgyhogy igyekszünk. Volt nagy ünneplés a meccs után, vagy azért helyén kell kezelni még ezt az eredményt? Ünnepelténk. Hosszú az út, ha Kecskemétre hazafelé. Igen. Hát volt idő. Már a buszon
jól el voltunk, szóval. Ilyenkor azért kicsit engedheged is Tibor a szabályokból? Tehát tudjuk, hogy... Nekem kell engedni, mert ez mind rám van hárítva. Akkor engedtél te? Igen, igen, engedtem. Akkor. Nagy lelki volt. Jó, akkor jól sikerült a hazaút. Tehát az ilyen hosszú utak akkor jók, amikor gyújtok. Szerintem nem csak a hazaút, mert... Utána is. Biztos vagyok benne. Nem tudom, azért az ilyen ünneplések beleférnek. Pláne egy ilyen erőltetett felkészülés időszak után. Igen, amikor... azért néha ki kell engedni a fáradt gőzt, de én tegnap úgy fogalmaztam, hogy játszottak egy jó edzőmérkőzést a vasárnap. Amit jól sikerült megünnepelni. Most egy új hét következik, és most azért már beindulom, én a Nánás, megyünk Nyíradonyba, jön a Szent István, megyünk a Kispesthez, úgyhogy itt egy, most már elkezdődik a keményebb időszak a bajnokságnak. De én nagyon bízok benne, hogy Nyíradony után, amikor szombaton jövünk haza, ott is lesz szokunk az ünneplésre. Elkezdődik tehát a keményebb fokozat úgymond a bajnokságban, és hát kedves nézőink számára is elkezdődik, hiszen aki nem tud kijönni valamilyen oknál fogva vasárnap 4 órakor az Esztenházi csarnokba, már reméljük, hogy nem nagyon lesz ilyen kedves nézőnk. Természetesen utólag megnézheti majd a jövő héten a televízióban az Esztenházi KFSC Globosis Hajdunánás Termálesti összecsapást, de hát én még egyszer busztítanék mindenkit, hogy jöjjenek ki, nézzék meg a lányokat, nézzék meg az új lányokat, a kedves férfi nézőink is, hiszen azért ez sem egy elhanyagolandó szempont, itt női sportrál beszélve. Én köszönöm, hogy itt voltatok, csak azt tudom mondani, hogy egy nagy kalappal akkor az egész szezon tekintve, és hát reméljük, hogy majd valamikor a szezon végén olyan beszélgetést fogunk itt a stúdióban elkönyvelni, mint a férfi vízilabdásokkal tavaly nyár, vagy most nyár elején, tehát egy bajnok csapatot tudunk majd köszönteni. Ehhez akkor sok erőt és sok szerencsét kívánok az egész szezonra. Kedves nézőinek pedig a figyelmet köszönöm. Vasárnap 4 óra Esztelházi csarnok, egyébként a női kézéseken kívül elkezdik a fiúk is. Idegenben szombaton 6 órától Gödöllőn lépnek pályára Iványi Bálint tanítványai, aztán jövő héten már hazai pályanők is bemutatkoznak, mint ahogyan majd a kosarasok is. Szép lassan tehát mindenki a fedélzeten. Én addig is köszönöm a figyelmet, nézzenek minket a továbbiakban is, és vasárnap mindenki a hegyre. Minden jót, viszontlátásra! We'll be right back.